Sziasztok! Ez itt az Újpest Központ Podcast. Lukovics Andrással. És Fekete Balázssal. És nem csak velünk, hanem ezúttal itt van, akár csak tavaly, a szezonindító adással, lehet, hogy ez most már nálunk hagyomány, a Mindig Újpest Podcast házigazdája, akit gondolom mind ismertek, Vodilla Sándor. Sziasztok, köszi a meghívást, örülök, hogy itt lehetek, és legyen hagyomány jövök jövőre is. Jó, legyen így. Nagyon-nagyon sok minden történt ezen a nyáron, vagy tavasszal, vagy ebben az évben. Nem is tudom, hogy hol kezdjük. Hogy például milyen játékos mozgás volt? Jó. Hát az volt most bőven. Volt most bőven játékos mozgás, úgyhogy bár ezt a legtöbben úgy is tudjuk, hogy kik érkeztek és kik távoztak, de azért a fontosabb információkat szedjük össze velük kapcsolatba. Szóval a távozók listája. Croazé. Ez nekem fáj egy kicsit, de hát hogyha mennie kellett, akkor mennie kellett. Peter Ambrose az Aberdeenbe. Na nekem ő fáj kifejezetten, megmondom őszintén. Hát én meg meglepődtem, hogy ilyen csapatban igaz volt. Mert legyünk őszinték, hogy általában nem mindig szoktak Újpestről ilyen menő klubokba menni. Kicsit Diaby effektus, nem? Hogy tavaly is egy színesbőrű játékos, egy jó, relatíve jó közép-európai csapatba megy, úgyhogy nem volt kimagasló nálunk, hanem hozott egy jó átlagot. Ambrose-nál hogy ezt érzem, hogy egyébként ő magához képest szerintem jó szezont hozott, atomgyors volt, és elviszi egy skót top csapatok után általában ott lévő csapat, úgyhogy pénzért. Így van. Ja, aztán Anculas még nem talált magának csapatot, akár csak a Burekovics, vagy nem. Nem. Igen? Akkor bocs, abban lemaradtam. Tényleg, ezen a héten hozták le, hogy új csapatba ment. Igen. Meg nem mondom, hogy hova. Talán lengyel. Nem, az a Kis Tamás. Ő is. Igen, az majd. Biztos, hogy talált, de valahol, kék-fehér de... csapat, még így a kép is előttem van. Igen, jó, oké. Okay. Kis Tamás lengyel kettőbe igazolt, Wisla Krakó, azt nem föl se írtam, Alibidoka is távozott, Stefan Jevtovszky a Struga Trim Lum csapatát erősíti mostantól. Melyik ország? Észak-Macedón. Észak-Macedón egy. Úgyhogy ezúton is le a kalap a Jevtovszky menedzsere előtt, mert hogy ezt a csávót hogy adta el. Hát meg egyébként, hogy maradt nálunk? Tehát semmit se értek. Luka meg biztos, hogy csapat nélkül van. Heinz Börsel is. Ránéztem egyébként. Tudom, hogy már hiányzik. Továbbra is változatlan Without Club. Branko Paujevic a Honvédnál folytatja karrierjét, és Sassere ugyancsak csapatot keres. Atya úristen, Sassere. És Szabó Bálint is igazolt. Ja, illetve kölcsön adtuk még Varga Balázs Szegedre, és Huszti András pedig visszatért az Alegerszekhez. Szabó Bálint, Békés Csaba. Igen, olvastam én is. Jó, ezt még reggel csináltam. Egyébként kedv van, amikor felveszik az adást. Szerda. Kit bántok a távozók közül, hogy kinek adtatok volna esélyt ebbe az új csapatba? Mert azért egy-kettőt szerintem mind tudunk mondani, és most ne az Ambrose-t mondjuk, akit megvettek, mert ő valószínűleg maradt volna, hanem ott kapom egy jó ajánlatot érte. Nekem nyilván egyet, én vártam, hogy Croazé visszatérjen, mert azért Zalaegerszegen ment neki. És akkor ugye mindegy, vagy bennem legalábbis az érzés volt, hogy végre visszajön, és akkor majd valami történik, mert azért még egy-két jó szezon szerintem van benne, és akkor ehhez képest már megint nem sikerült gyökeret vernie nálunk. Ugye most szerda van, amikor felveszük az adást, én most frissen estem be ide a forgatásra a Szurkoló Jankétról, és volt szó, konkrétan kapott kérdést a vezetőedző, hogy akkor mondja már el, hogy Johanna a mi újság, miért kellett mennie. Mindenki nagyon őszinte volt, és a Frankót mondta, a Zselákon éreztem, hogy ő azért diplomatikus kitérő választ, tehát hogy nem fogja elmondani, hogy lófasz nem futott, stb. Annyit viszont megerősített, ami a közleményben is lejött, hogy ők nagyon bíztak benne, tehát hogy teljesen tiszta lapot kapott, de hogy egyáltalán az egyénisége és a hozzáállása nem illett bele ebbe a csapatba, úgyhogy nagyon hamar kiderült, hogy nem gondolkoznak benne. Ez ami ma hangzott el, amit meg én tudok még az előző távozásáról, hogy mindenki örült neki, hogy elmegy. Tehát, hogy mindenki a klubnál, és a vezetőségre gondoljatok most, örült neki, hogy egy ilyen játékos, egy ilyen ember, inkább így mondom, nem nálunk, hanem máshol. Aminek a másik oldala nyilván, hogy kurva jó szezon futott, tehát, hogy mi innen nézzük, meg mi emlékszünk a szépre, de hogy szerintem ezt most így el kell fogadjuk, hogyha az összes edző, akivel dolgozott, emlékezzetek egy Önig, egy Kruscsics, egy Vignevics, és most a Zselák, ha mindenki összerúgja a port, ott nem négy ember hülye, hanem valószínűleg egy. Igen, nekem is így ez merült fel egyébként, hogyha egy valaki elküldi, az még
elmegy, de hogyha ez rendszeresen visszatérő probléma, akkor valószínűleg ott a karakterrel van baj. Egyébként a pályán nekem nem így tűnt. Nem ilyennek képzeltem el ugye a szemét, de mert ezek szerint igen vannak hozzáállásbeli, magatartásbeli problémák. Hát sokat játékos. Hát, a többieket nem sajnálom. Mörsöl? Nekem mörsöl. Ja, jó, hát... Illetve... Egyébként az a gyerek is olyan, vagy legalábbis az idő kis távolatból szépítőleg hat, de most már ahhoz képest is több idő telt el, hogy több volt abban a gyerekben, de nem hozta ki magából, és ezért volt rá ideje. Mert nekem legalábbis ilyen... Azért ő is hajlamos volt egy kicsit el, nem tudom, tunyulni a meccseket sokszor. Potenciál mindenképp volt benne, ami miatt szerintem így picit húzzuk a szánkat, nem, hogy megnéztük volna egy jobb csapatban, ahol rendezett háttér van, ahol egy valószínűleg egy jól felkészített profi edző van, stb. És én még egyébként ugyanúgy hozzáállás meg potenciál mellett még az Ancul azt mondanám, aki belem, tehát ő tényleg vérét adta ezért a csapatért nem egy meccsen. Én a Koburi Anculas párosból, ugye a Koburi maradt, az Anculas ment, most nyilván nem lehet tudni, hogy kinek meddig volt szerződése, milyen lelépési pénzkeret, blablabla. Bla, bla. Szerintem ott nem a legjobb cserét csináltuk, én egy Anculas kétszer hamarabb megtartok, mint egy Koburit. Egyébként mit gondolsz Castratiról? Tehát neki ugye sok fél évet kellett volna kibírni. Hogy... Hát de ott, tehát hogy őt nagyon sajnálom, és tudom, hogy neked nagy kedvenced egyébként én is, tehát ha a önfeláldozó játékosról beszélünk, aki többször elájult, mert még vérző fejjel is ment, meg hasonlók, de ő ugye még a belga pénzkimenekítési projektjében volt, mikor az utolsó hónapjaiban a Nikolicsot, a Kasszrátit, akik még szerződésben voltak, és még annyi pénzt el tudott kérni értük, amennyit valószínűleg. De most beférne azért szerintem is, nem? Hát be, ő azért felfelé lógott ki, az utolsó fél évét leszámítva. Igen, akkor nem nagyon ment. Nem, hát... Egyiket hasonlóan gondolkozok én is, tehát nekem is az Anculas volt még innen, illetve a Mörsel, tehát az a kettő, akit így megnéztem volna egy jobb csapatba, mondjuk egy stabilabb, hát nem tudom, mondjuk egy stabilabb csapatba, vagy stabilabb védelembe, hát nem tudom, hogy fogunk kinézni még a szezon elején, de... Hát ennyit a távozókról, és akkor nézzük az érkezők oldalát. Pisi Teliről már beszéltünk többször, úgyhogy rá most külön nem fogok kitérni. Aki nézze vissza valamelyik adást. Szerintetek, hogy kezdőkapus lesz, azt jól szerintem gondolom. Szerintem, hát én azt gondolom. Szerintem is. Úgyhogy Pisi Teliről különösebben nem beszélek. João Nunes, sose tudok portugál neveket kimondani. Nunes. Nyúnyes? Nem, szerintem nyúnyogom ezóta, őt is hol mondták Nunónak. Na, róla annyi infom van, de fejezve, bocs, mert... Jó, elmondom, ami hát a száraz tényeket, 30-asban fog egyébként játszani Újpesten, vagy már játszik is. Persze, nem jövök ki ebből a mondatból, jó. 28 éves, ugye portugál, mint ahogy a nevéből is és a kiejtésemből lehetett azonnal következtetni. 188 cm magas, egyébként tök sok magas játékost igazoltunk, azt figyeltem. Jelenleg 500 ezer euróra tagsája a mértékadó Transfermarkt, lengyel kupa győztes, csak hogy még egy ilyen információs. Egyébként Benfica nevelés, és ott végigjárta a korosztályos csapatokat, a Benfica B-ig jutott, utána 2016-ban a Légia Gdansk csapatába igazolt, ugye velük lett lengyel kupa győztest, 19-ben áthelyezte a székhelyét a Panathinaikoshoz, majd, igen, ez érdekes, de utána közvetlenül felcsútra vezetett az útja. Szóval, igen, azért azok a játékosok, akik a Panathinaikoszból felcsútra mennek, nem biztos, hogy... Hát hidd el, hogy nem kapott kevesebb pénzt szerintem itt a felcsútnál, mint... Az igen, ott, csak... Ha a motiváció ilyen gondolkozó... Hát csak... kisebb volt a nyomás. Hát az valószínűleg a felcsúti szurkolók nem remegett meg a lába. Aztán a Casa Pia nevű portugál csapathoz került 2022-be, és onnan hoztuk el a negyedik kerületbe. 45 NB1-es meccsen lépett pályára, egyébként ezeken 5 gólt, 1 gólpasszt jegyzett, és az összes ilyen infó a Transfermarktról van, ami viszont érdekes lesz vele kapcsolatban, 260 meccset tartanak vele kapcsolatban számon, ezen 10 gólt szerzett, 5 gólpasszt osztott ki, és most figyeljetek, 42 sárgája van, és 4 pirosa. Színes játékos. Hát az 260 meccs alatt a 42 sárga az... Hát jó, hát majd mindjárt mondok azért jobbat. Na, hogy amit tudok róla, hogy egyrészt ugye 5 NB1-es gólya van, nem tudom, tudtátok, ebből 3-at a Fradi ellen szerzett. Egyet az Újpestnek, egyet a Paksnak,
és mikor láttam, hogy őt leigazoltuk, és megvolt, hogy ő az, melyik, tehát az elmúlt években ugye felcsúton volt, nekem bekattant rögtön, hogy ugye a Balajca Szabi, ő dolgozott vele, hiszen ő pont kb. Annyi ideje van a felcsútnál kapusedzőként, ugye gyorsan ráírtam egy üzenetet, hogy figyelj már erről a Nunesről, te, mint aki közvetlenül, ugye egy kapusedző a védőket azért mindig más szem, olyan szemmel is nézi, és mondta, abszolút parádés fogás. Tehát, hogy nagyon stabil védőmunka, és nagyon a magassága miatt, hogy te is kiemelted, fejjel erős, és egy kifejezetten veszélyes az ellenfél kapujánál, tehát hátul és elől is. Úgyhogy így kérdeztem, hogy akkor ez így íze, és mondta, nyugodjak meg, ez a gyerek, ez nálunk oké lesz. Amit láttam rajta az edzőmeccseken, hogy nincs nagyon játékban, tehát ő már nem játszott a vége felé a portugál egyben a csapatánál is, már lejárt szerződéssel, hát ergo ingyen jött egyébként hozzánk, de hogy neki kell szerintem még egy jó pár hét, hogy játékba lendüljön. Nem tudom, hogy fog-e kezdeni egyébként, az utolsó edzőmeccsünkön kezdett, tehát hogy lehet, hogy a felcsút ellen igen, de hogy még szerintem nincs abban a bomba formában, de ő pár hét múlva szerintem az egyik legjobb, legstabilabb védő lesz, akár az NB1-ben is. Ezt várom most ilyen optimistán tőle. Mm. Jó, hát legyen neked is Balajca Szabinak igaza. Legyen a felcsútelen kezdés, akkor megkezdi a bosszú hagyjára. Igen, ez komoly lesz, hogy kicsit séki lesz így rögtön az első meccsen. Aztán a következő érkező, akiről most beszélni fogok, szintén egy hátvéd, jobb hátvéd, Bese Barnabás, aki 33-assal játszik majd nálunk. Ugye őt azért annyira nem kell a szemben mutatni, mert 23-szoros válogatott labdarúgóról beszélünk, amúgy pont centire pont ugyanakkora, mint João Nunes. Jó, ez tényleg, gyerekek, a portugálom sokat kopott az évek alatt. Őt 450 ezer euróra becsülik, 30 éves, azt mondtam? Ha nem, akkor most mondom. Kihagyom azt, amit találtam, mint első csapata pályafutásában. Utána MTK, egyébként ott végig a korosztályos csapatokon, majd a nagy csapatban is bemutatkozott. 2008-tól 2016-ig játszott az MTK-ba. Utána következett a Le Havre. Le Havre. Jó. Majd, jó, ezt te mondod ki, mert a belgád jobb. Oha Löwen. Utána a Vidát Klubba igazolt, amiben előszeretettel igazolunk, de azonban hozzánk a Videótomból került. Neki 149 NB1-es meccse van, 7 gól, 10 gólpassz, és szumma szumárom 309 meccs, 13 gól, 17 gólpassz és 9 sárga. Szóval azért szeretném ezt a 9 sárga 309 meccs alatt jobb hátvédként. Jó, oké, ezek szerintem, oké, ezek számok, de azért nem, engem a 42 sárga azért meglepett. Engem nem zavar a 42 sárga, tehát az fizikális. Nálam. Basszonada, nem? Ne, jó. Persze. Jó. Amúgy Beséről, ami nekem megvan, szerintem a legjobb fizikummal rendelkező játékos. Tehát a Besének egy olyan széles váll a háta van, az új Lila Mest is egyébként vele reklámozták. Nézzétek meg a Karamoko Nunes, kicsit azt mondom, ők hátrébb állnak, de hogy hát ez egy hegyomlás ez a gyerek, és magas, jó fizikumú, széles, kb. Egyébként a Vécseihez tudnám hasonlítani, hogy ugyanez a akkora háta van, és az egy védőnél nyilván kell a fizikum, plusz, hogy ő a Vidinek full alapembere volt. Tehát, hogy azt hiszem, hogy talán csak egy vagy két meccset hagyott ki, azt is így vagy sérülés, vagy eltiltás. Tehát amikor ő sorba állítható volt, akkor végigjátszotta az összes meccsüket. Ja. Hát ugye ő is az egyik érkező a Vidiből. Ő dolgozott együtt, ugye Zsirákkal ismerik egymást, szóval van a stabil pont. És lejárt szerződéssel ő is ingyen érkezett, ami gazdasági oldalról is szerintem jó. Aztán van egy Babós Leventénk, vagy Babós. Ő négyesben fog játszani, 20 éves középhátvéd, ismételten egy, tehát rengeteg hátvédünk érkezett ebben az átigazolási időszak, ezen eddigi pillanatáig. Őt 125 ezer euróra tagsálják. Nekem azok az információm, hogy Szegeden kezdett, majd utána a felcsúthoz került. A Transfermarkt szerint. És egyszer volt kölcsönben a Csákvárnál. Neki 28 darab NB2-es meccsét tartják számon ezen a szuper német oldalon. Ezeken 3 gól és 1 gólpassz fűződik a nevéhez, és egy magyar kupa meccsen is pályára lépett, és egyszeres U20-as válogatott. De mondjuk egyébként azért legyünk őszinték, hogy az ilyen U17, 18, 20, 21 az olyan, hogy gyakorlatilag kevés olyan felnőtt focistát látunk életünk során, aki legalább egyszer nem játszott volna egy korosztályos válogatottba.
Mármint, hogy ezeket szerintem azért mindig helyén kell kezelni. Valamit jelez azért szerintem. Jó. De... Igen, itt szerintem általánosságban azt állapíthatjuk meg, vagy számíthatunk arra, hogy ezek a játékosok például ő is, valószínűleg vagy kispad, és, vagy NB3-as csapat, mert szerintem a védelem az viszonylag fix, és ott a rutinos játékosok fognak játszani, majd mindjárt be is fejezed a sort, úgyhogy nem spoilerezek, hogy kik vannak ott a védelemben, és ugye ezt elmondták a sajtótájékoztatón is, hogy 2-3 év van ezeknek a fiataloknak a beépítésére, tehát ez szerintem mind jó potenciál. Szerintem most nem akarok tényleg belemenni, meg lehet, hogy fogunk ezt beszélni később, de szerintem ezek kifejezetten ezek a projektjátékosok, uh-huh. akiket ugye mondjuk a nyugati kluboknál is ugye, vagy akár Magyarországon is vannak ugye olyan klubok, ahol mondjuk van egy fix keret, mondjuk egy 25-30 játékos, és azokon kívül ugye vannak perememberek, akiket ugye ilyen projektként kezelnek, hogy vagy bejön, vagy nem jön be, kölcsönadogatják őket NB2-be, vagy gyengébb NB1-es csapatokhoz, és akkor, hogyha olyan a fejlődés, akkor jó, ha nem olyan, akkor meg szerződésbontás. Tehát nagyjából ezeket a fiatalokat én így kezelem, hogy egyelőre ilyen perem, ilyen szatelit játékosok, hogyha bejön, akkor jó. És belülük hoztunk most középre, meg hátra bőven. Uh-huh. Ja. Aztán a következő, aki érkező, akiről beszélek, Dénes Adrián, ő 11-es messzámot kapta, ő is 20 éves, jobb szélső, 184 cm magas, ami azért, igen, azért mondom, csupa égi messzerűvel lettünk gazdagabbak ebből az átigazásból. 184 az már magas, én annyi vagyok. Hát figyelj, én egyet. Nem, te mennyi vagy? Te, ha? Hát én 2 méter vagyok, igen. Ó, üdvözlő mondjuk, de látszik is. Egyébként engem nem a magasságot fogott meg, hanem az, hogy kiköpött bajzett Peti. Uha. Jó, hát az nem tudom, hogy mennyire jó hír nekünk, hogy olyan lett a bajzett Peti. Hát most már van. Bocsánat, na mindegy, nekem nem jutott eszembe a bajzett. Nekem nem jutott eszembe a bajzát, de most megpróbálom elfelejteni, hogy eszembe juttattad. Fú, na annak örültem, amikor visszavonult. Szóval, hol tartottam? Ja igen, 25 000 euró szerepel az ő neve mellett. Most csak érdekességképpen elmondom, hogy van egy ismerősöm, aki az MB2-es Kozár Michelinből vonult vissza 24-5 esztendősen térsérülés miatt, és múltkor megtaláltam Transfermarkton, és mondtam, hogy 25 000 eurót ér a Transfermarkt szerint, is mondta, hogy de jó, hogy soha nem kellett értem átigazolási díjat fizetni, senki nem pengette volna ezt ki. Na mindegy, szóval reméljük, hogy ez az érték növekedni fog. Szerintem amúgy az a belépő, én úgy emlékszem, hogy annál nincs alacsonyabb, tehát hogy valakinek, ha ért, van 10? Van 10. Akkor nem láttam. Igen, van 10, de azok a 10 eurósok, azok a budapesti éjszakában vendéglátóznak. Vagy női focisták a férfi mezőnyben. Szóval Dénes Adrián a Honvédnál kezdett, 21-be került a Fiorentina U18-as csapatába, 23-ban onnan kölcsönadták a Cesena U19-be, majd újra a Fiorentina, és aztán innen hoztuk el Újpestre. Magyar lengyel kettős állampolgár, a Primavera 1-ben 31 meccsen lépett pályára, és 7 gólt szerzett. Ő is egyszeres U20-as válogatott, és ami meccsek itt a Transfermarkton felelhetőek, az alapján 60 mérkőzése van, 12 gólja, 1 gólpassza, 5 sárgája, 1 piros lapja. Tulajdonképpen a szurkolók kommentekből olvasva így sokat várnak, talán ez a Fiorentina vonal marad meg bennük, hogy nem egy NB2-es csapattól hozzuk el, vagy a felcsúptól, hanem mégiscsak egy, még ha a második csapatától is a Fiorentinának, őt az edzőmeccseken azt hiszem, hogy a Szent Pölten ellen, ahol kvázi a B csapatunk játszott, ő végigjátszott. Állítólag nem az igazi pozícióján, ugye bal szélen, de védő, itt játszott amúgy a középpályás, talán eredetileg. Igen, nem jobb szélső. Vagy én azt állom, hogy ő leginkább jobb szélső. Hát ott most ezen a meccsen bal oldalon jár, akkor lehet, hogy jobb szélső is, akkor igen, emiatt nem volt pozíciója. Ja. Na de mindegy, ott olyan, voltak jó megoldásai, de extrát nem láttam tőle, de hát nehéz most nyilván látsz egy fél időt tőle, vagy 60 percet. Egy felforgatott csapatba, ahol nem is a pozíciójában játszik, de mondom, ő azt talán, akitől a legtöbbet várják, és talán tőle várhatjuk akár mi is, ez alapján, hogy a leghamarabb fiatalok közül fog talán az első csapatba bekerülni. Primavera 1, ez a Primavera A, tehát az a
Aha. Az a legfelső utánpótlás csapat. Igen. Tehát mint a Filkora Pilen. Hát ebben játszott a Primavérában játszott. Az a kb. Ilyen harmadosztályban szólt. Tehát nekik az NB3-as csapatuk játszik. Ja, kb. De a Primavérában játszott sokat a Napoliba a Novotny Soma. Igen. Ja. Na. 31 pedig az a nem. Főleg úgy, hogy ugye nem támadó. Igen. Ja. Aztán a védelembe érkezett Gergényi Bence. 44-es mezben látjuk majd játszani. Ő 26 éves, 187 centi magas, balhátvéd, 550 ezer euróra tagsálják. A 22-23-as idényben kupa győztes lett a Zalaegerszeggel. Egyébként ő is a Honvédnál kezdett focizni, utána Szeged, Zete, Honvéd, Zete, ezek ide-oda adogatták egymásnak. Aztán az NK Nafta csapatához került. A Zalaegerszegnek a fiók csapata. Ja. Szóval NK Nafta, ami szlovén első osztály. Ott fél évet töltött el, majd ismét Zalaegerszeg, és végül Videoton. Neki 120 NB1-es meccse van, 4 gólja, 14 gólpassza, egyébként van 41 NB2-es meccse is. Az U21-es válogatottban ő is bemutatkozott. És szumma szumárom 184 meccse, 5 gólja, 17 gólpassza, 32 sárgája és egy piros lapja van. Bedobásból szerintem gólpassznak számít, ha a kézzel bedobja, és az valószínűleg gólpassz, nem? Gólpassz. Hát úgy hozzá a játékból. Igen. Bár ilyen érdekes, hogy kézzel adott gólpassz, de gólpassz. Ha a kapus kidobja, az is gólpassz. Szóval nála az óriási fegyver, tehát hogy ő az edzőmeccseken is játszott. Ugye nyafogtak sokan, hogy a Huszti Andrást elengedtük, aki ugyanezt játszotta, másik szélen játszott ugyan, de a nagy bedobásokat láttuk tavasszal. A Gergényen szerintem még nála is nagyobbat dob, úgyhogy ebből a szempontból ez szerintem óriási, tehát gondoltok be mindenből, más veszélyhelyzetért. Ja, ja. Ez egy újabb fegyver. Így van, és ő is ugye fixen végigjátszott a vidiben, tehát hogy egy stabil... Hát, nyilván ő is veszem inkább a kezdő csapatba szántek alapjában véve. Egyébként érdekes, mert a nem újpesti érzelmű barátaim, ők, sőt... Ne barátkozzál ennekkel. Ők így elég lehúzták. Lehúzták? Igen. Akiknek vannak Zalaegerszeged ismerőseik. És, mindig mondom, hogy ne barátkozz el ilyenekkel. Jó. Igen. Hát, én egyébként kedvelem a játékát. Szerintem ő a Vidibe kifejezetten jó formát mutatott. Előtte a Zalaegerszegnél én se tartottam egy középszerűnél jobb játékosnak. Elvitték a Vidibe, ott viszont nem azt mondom, hogy kimagas, így van. Lából se ügyetlen, magas, jól bedob, lejátsza tisztán, nem könnyen zavarba hozható. Úgyhogy ő szerintem fixen a szélt fogja vinni kezdő pozícióként. Ja. Aztán van egy Baranyai Nimródunk, aki szintén ezt a fiatalabb korosztályt képviseli, megőrültök, ő is volt U21-es válogatott, tehát az alá ne is menjünk. Szóval mivel ilyen fiatal egyébként róla, aztán nagyon sok információm nem lesz, 180 magas, ő az alacsonyabb hátvédeink közé tartozik majd, jobb hátvéd, 300 ezer euróra becsülik az értékét, Debrecen, Mezőköves, Debrecen, Újpest az ő pályája. 49 meccset játszott, az élvonalban egy gól, egy gólpassz, és 8 sárga fűződik a nevéhez. Igen, ő is ugyanaz a kategória, hogy majd évek alatt... Szerintem én egy polccal följebb tenném meg. Én is. Igen? Én már biztos, hogy első keret, azt tuti. Jó, én csak azért gondolom, mert hogy a fiatal azért még eléggé. Fiatal, de a Debrecenben ő már azért kezdőjátékos volt, bár Debrecen szurkoló haverjaimat kérdeztem meg, és mondták, hogy nem fáj érte a szívük, tehát hogy egy közepes teljesítményt hozott, pótolható lehet. Viszont az edzőmeccsekből kiindulva én azt láttam, hogy vagy a Simon Krisztián játszotta a jobb középpályát, vagy pedig ő, és az utolsó meccsen, ami mindig főpróbának tudható be, és én azt is láttam, hogy ott szerintem nagyjából mindenki a helyén játszott, ott ő kezdett. Tehát úgy képzeljétek el, hogy lesz valószínűleg a három belső védőnk, a Gergényi, fentről indulok, hogy a balszéről Gergényi, Nyunyez és Bese, és akkor kapnak két szélsőt, Tamás Krisztiánt és a Baranyait, és akkor középre jönnek majd, ha már egy összerakjuk, valószínűleg a Juic, Tajti, Radosevic, Gege, Kejta szerintem nem, Kejtáról azt hallom, hogy valószínűleg el fog menni.
és akkor előre meg majd egy csatár, meg még ugye a csobot. Tehát hogy az a lényeg, hogyha ez a három védő és két futó szélső, abba én nem lepődnék meg, ha a Baranyai Nimród kezdene. Jó, hát meglátjuk hamarosan. Aztán van egy Kacvinski Dominik nevű új szerzeményünk 25 ezer euróval. Ő 18 éves belső védő, a Honvédtől érkezett, egyébként megfordult még pályafutása során a Diósgyőrben is a Honvédon kívül, és összesen három meccset találtam, ami pályára lépett, az a Viareggio kupában volt, ami ilyen korosztályos olasz országban megrendezésre kerülő torna. Ezeken egyébként egy gólt szerzett, és ennyi. Ezt is így felírtam, és ennyi. Hát az NB3-as Honvédból jön, ott egyébként egy tehetséges srácnak gondolják, borsodi gyerek amúgy, én ugye onnan származok, nekem haverjaim így ismerik, Kazinc Barcika azért jött a Diósgyőr vonal, ő benne szinte biztos vagyok, hogy, tehát hogy szerintem őt össze nem fogjuk látni a felnőtt csapatba pályára lépni, ő abszolút a jövő reménysége. Alig játsz, tehát ugye NB3-ban játszott a Honvédban is, nincs felnőtt meccs, nem véletlenül jutott az ennyit, úgyhogy szerintem ő még erősödik egy-két évet, de simán lehet ő pár év múlva egy stabil játékosunk. Aztán az eddigi egyetlen érkezünk csatár posztra, Karamoko. Igen. Ő a 70-es számot választotta a hátára, 25 éves francia, 188 cm magas, mondom, mindenki majdnem ezt a magasságot hozza. 600 ezer euró, középcsatár, kétszeres dán bajnok, egyszeres dán kupagyőztes. Hát Párizsban kezdett el focizni, nem tudom, hogy a Paris FC, mint sok millió van, igen, azt szerintem, hogy nem a Paris Saint-Germain, hanem hát valami párizsi csapat, gondolom. Igen. Gondolom. Igen. Tudom, én hallottam erről a csapatról egyébként. Igen. Kisebbik párizsi csapat. Aztán Racing Strasbourg, köszönöm szépen. Aztán játszott a Wolfsburg 2-be, a LASK névre keresztelt osztrák. LASK Linz, oké. Okay. És aztán pedig következett Kopenhága, Videóton és Kopenhága, majd Újpest. Szóval kölcsönbe jött, de van vásárlási opciónk. Az NB1-ben 23 meccse, 5 gólja és 3 gólpassza van. Szumma szummáron pedig 110 meccsen 37-szer zörgette meg az ellenfelek hálóját, 9 gólpasszt osztott ki, emellett pedig 8 sárga lapja és egy piros lapja is. És figyelj, milyen statisztikát tudok róla, hogy van BL csoportmeccs gólja a Tottenham ellen, a LASK Linz játékosaként, meg is néztem ezt a gólt. Az igen. Nem rossz azért, de egy kis távolról lőtt labda. Hát ő a Vidibe, nekem ő elég ilyen zsákba macska már, a Vidibe hát nagyon sokáig nem játszott. 5 gólja van, ugye pont egyszer a hosszabbításba emlékeztek, azzal nyertek ellenünk 2-1-re, az nagyon idegesítő volt. Tavasszal játszott ő többet, akkor is lőtt a többi gólját, de hogy nálam egy epizódista figura, és ez azért furcsa, hogy idehozza ugye ugyanaz az edző, aki epizódistává tette a mezelőző csapatába, mégis elhozza, és a játékos mégis eljön. Tehát, hogy most vagy van benne több, ami nem tudom, lehet, hogy ott volt sérült, és ott nem jöhetett ki, és azért hozta magával. Érdekes minden esetre, és így dobok nektek egy bombát, amit megpróbáltam nem elmondani, miközben megjöttem, hogy azt mondták ma az ankéton, pont azért ugye, mivel mindenki látja, hogy Lyukas és Orlit a csatárjára a keretünk, hogy ne lepődjünk meg rajta, ha már ezen a héten bejelentenek csatárposztra egy sztár igazolást. Így. Tehát, hogy amikre fel fogjuk kapni a fejünket, ha már azt mondták, hogy ezen a héten bejelentik, az valószínűleg péntekig, mert gondolnám munkanap, tehát hogy lehet, hogy itt a következő két napban, ha már ezt így kimondják, szinte biztos megvan a megállapodás, hát csak pontosítani kell, úgyhogy semmi pluszt, hogy külföldi magyar, de a legnagyobb felhőkölés az ott ezen, az nagyon határozottan. Igen, tudjuk, hiányzót, ezért oda embert kerestünk, és ne lepődjétek meg ezen a héten. Sztárigazolás. Na, ezt örömmel hallom. Jaja. Viszont ezt még el kell mondom, hogy egyébként ezeken az érkezőkön kívül ugye még profi szerződést kapott Dékei Márk, akinek szerintem a nevét már meg is jegyeztük, illetve Simon Balázs. Egyébként mindenkit sok szeretettel köszöntünk Újpesten, és állati sok sikert kívánunk nekik, és magunknak is. Dékei Márk egyébként. Szerintem beszéljünk azért egy kicsit róla, mert de jó volt az a kapufa.
Mindeket, igen, a gólpassz kapufa meg, hát de a gólja, az, hogy a saját térfelének a közepéről, tehát nem is félpályáról, mint Véri Zsolti annó az Etének, és hogy ami nagyon érdekes, a gól van a mögött esett le a labda, tehát nem az volt, hogy leesett és begurult, azt ő úgy lőtte meg, és mondta, hogy ő ezeket figyelgeti, ugye a Magdeburg ellen a harmadik edzőmeccsünkön ugyanezt megcsinált a félpályáról, de felső léc Juicsnak kipattant belőtte, és egyébként is lőtt még gólt a Komárnó ellen az első edzőmeccsünkkel, meg a Vasas ellen duplázott, tehát nem csak ez a nagyon hosszú gólja volt, hanem ott 20-ról is bevágott egyet. Ja, de jó. Ugye ő 21 éves, benne bízhatunk egyébként, szerintem ő epizód szerepet biztos fog kapni, tényleg az, most nagyon kíváncsi, hogy kit fogunk idehozni, mert valószínűleg kezdőcsatárnak hozzuk, ha most hozzuk, valószínűleg a Felcsút ellen még nem játszik, mert hát egy vagy két napja lesz itt. De én a DK-ben nagyon bízok, és ő is nyilatkozgat. A szezon felfedezettjének várja az M4 Sport, most megjelent ott egy, megjelent egy ilyen minden csapatból egy játékos kiemelnek, és tőlünk őt emelik ki, hogy ő okozhat meglepetést. Igen. És a Simon Balázs, ugye a másik, ő is beállt edzőmeccsiken, ő meg egy ilyen nagyon kis, gyors, erőszakos szélső gyerek, úgyhogy benne is látok potenciált, szerintem ő valószínűleg később kap majd bizonyítást csak. Jó, hát akkor várjuk a sztár igazolást. Mit tippeltek, hány játékossal tárgyalt az ügyvezető igazgatónk átigazolás szempontjából, konkrét számot mondott most nekünk. Tehát hányan jutott el tárgyalásig, vagy minimum kapcsolatfelvételig? 50. 100. 150. Na, összevegyük ki. Jó, akkor mondjuk mire. Mondta, én mondom, hogy 100, te mondod 50. 150. Szóval 150 emberrel jutottak el tárgyalásig, és ebből jött ez a 10 pár darab. Azt kiemelték, hogy csak olyan játékost akartak idehozni, aki vagy a projektben hisz, vagy az Újpestben akar játszani, és azt mondta, hogy sokan kiemelték, hogy azért jönnek ide, hogy egy, a legnagyobb meggyőző erő volt, hogy egy ilyen tábor előtt tudnak játszani, ilyen hangulatban lehetnek labdarúgók, amihez mi ti járultak hozzá, úgyhogy szerintem ez nagy szó, hogy milyen konkrétan értékei vagyunk a klubnak. Mondta, hogy a külföldieket nyilván nehezebb, mert nekik nulláról el kell magyarázni, figyelj, igen, azt láttad, hogy majdnem kiesett a klub, de most itt projekt van, minden új és hasonlók. Úgyhogy szerintem ez kemény, hogy 150, és mondták, hogy érkeznek még igazolások. Még két infót tennék ide nektek. Az egyik, hogy Onovóról kérdezték, és róla ugye semmit nem tudunk, csak hogy nem ment az edzőtávolba, és így kezdte a Ratatics, hogy hát vele kapcsolatban nagyon szomorú hírunk van, és hát mondom, akkor ő már nincs is itt, már eladtuk, stb. És szomorú hír, de egyébként itt van a keretbe, viszont ő ugye sérülésből jött vissza, és a felkészülést egyszerűen nem bírta. Tehát látszott, hogy az a terhelés, valószínűleg kiújult neki a sérülése, én így rakom össze. De már mióta? Hát ő az év, tavaly év végén, azt hiszem a Kisvárda ellen sérült meg, és az utolsó, igen, a tavaly utolsó decemberi meccsen, tehát egy teljes fél évet kihagyott, és én szinte biztos vagyok benne, hogy ezt a fél évet is ki fogja hagyni, már csak azért, mert elmondták, hogy a pozíciójában még embert keresnek, tehát biztos, hogy érkezik egy sztárcsatárunk, és érkezik hatos pozícióba, tehát szűrőközéppályásnak, ütköző szűrőközéppályásnak játékos, róla is úgy beszéltek, hogy szinte már biztos, és akkor pont mikor bejelentették, küldted nekem messengeren a Bojan Sankovicsot, akit ugye ismerünk, hiszen játszott nálunk jó pár évet. Én azért tőle nem lennék annyira feldobva. Igen, Zalaegerszegi havarom írta is egyből, hogy ő egyébként nem bánja az Etétől elmegy, szerint ott egy átlagos teljesítmény. Igen, egy ilyen közepes megoldás. Ja. De hogyha azonnal bevetető ember kell, és tudja, hogy mit jelent az Újpest, Szankovicsnak azért a Neftsi Bakunak lőtt 35 méteres atombombáját szerintem sose felejtjük el, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ez ő-e. Mondom, olyan vicces volt, hogy elmondta, és egy percek is küldtétek abba a pozícióba, hogy pletyka szint, hogy ő jön. Úgyhogy így nézünk ki, keresünk még játékosokat, a védelem az kész, azt elmondták, kapus pozícióba, ugye Pisti Tari Banaival megvagyunk, középpályára szűrő, előre egy csatár, és ha valakit el tudunk kapni. Bedobom nektek, hogy Fiolát elfogadnátok egyébként, mert ő neki ugye már nincs szerződése, tehát hogy szabadon igazolhatnánk. Alapjába véve nyilván elférne. De szerintem most annyi, tele vagyunk védővel. Én nem tudom, hogy igazából neki mennyi, tehát ez valakinek a kárára lenne. Úgyhogy... Beszéltek erről a vidivonalról? Nem.
Az volt Vili kérdés Zselaknak, hogy mi az, ami itt Újpesten őt is, tehát hogy mi hozta ide, mi volt a meggyőző érv, és hogy mi az, amiben már most látja, hogy az Újpest jobb, mint a Fehérvár, ezek ugye szurkolói beküldött kérdések online. Abból nagyon szépen kitért, hogy mi az, ami jobb, hát most nem fog 3-4 hét után visszadumálni, hogy hát ebben is abban, tehát szerintem azt elegánsan kikerülte, viszont azt elmondta, hogy az a projekt, amit neki felvázoltak, az itt mellettem lévő úr, aki így mondta, ugye Ratatics Bencédi, hogy az, abból ő azt érezte az elejétől kezdve, hogy ő ebben részt szeretne venni. Egyiket hogy sikerült őt megcsípni? Csak magamtól logikázom, azokból a morzsákból, amiket látok, hallok, hogy szerintem mi magasabb polcról akartunk. Tehát, hogy én a Lőv Zsolti Dárdai Pali vonalat, én azt teljesen validnak gondolom, hogy megpróbálták a legnagyobb vadat levadászni, nem sikerült, és akkor onnantól ő már a következő szinten volt, viszont valószínűleg előkelő helyen, hiszen a szponzor ismeri, a Hernádi Zsolt, aki az egész MOL-nak ugye ismeri, Kovács Zoli, aki főtanácsadó, ismeri, úgyhogy valószínűleg így. És utána, amikor megkeresték és elmondták, az a szimpatikus volt, azt is elmondták, hogy senkit nem hoznak ide, se edzőt, se játékost úgy, hogy azért, mert itt most új szponzor van, bocsánat, új tulajdonos van, és több pénzt tudnak adni, hogy figyeld, elfociszted ott is, elfociszted is, de többért nem. Aki ezt a projektet nem szeretné, aki nem az Újpestbe akar játszani, az se itt tartani nem fogják, se elhozni nem fogják. Nekik olyan játékos kell, mert az motivált, az sikereihez, aki ebben a projektben, ebben a csapatban, ezelőtt a közönség előtt akar játszani, ott kapott egy nagy tapsot, mikor ezt a, nem is tudom melyik vezetőnk a kettő közül, vagy a Ratatics, vagy a Bencidi kiemelte, ez szerintem szimpatikus. Tehát, hogy abszolút. Ha ez így van, már pedig miért hazudnának, mindent tök egyenesen pacekba elmondtak. Ja, ez jól hangzik. Oké, hát igen. Ezzel a projekttel nem tudt azonosulni Luka Meg, aki nem kapott fel, ki volt a német válogatottba. Ja. Nem tudom, hogy kössem át tényleg ezt a következő blokkra. Ez nem volt rossz, ahogy elkezdted. Igen, tehát ugye volt tavaly egy ilyen szegmensünk, ahol merészállításokat hoztunk. És hát sajnos ugye nem hoztunk be részállításokat. Hát igazából, hogyha most ezen végigfutunk, hogy tavaly mekkora balegságokat mondtunk. De egyébként nagyon szórakoztatóan. Na, halljuk. Kezdjük Sanyi állításaival, amikben azért vannak igazságok. Augusztus 31-ig lezajlik a tulajdonos váltás, és jön egy bombajátékos. Ez egy állítás volt a kettőben. Hát nem zajlott le így augusztus 31-ig a tulajdonos váltás, de a szezonban lezajlott. Tehát erre azért adok egy fél pontot. Köszönöm. Kegyelmes, irgalmas vagy. Az őszi erdésre, ezen kirázott a hideg. Az őszi erdésre lejtezők közül Csobot dönt el egy meccset. Hát, az erdésre lejtezőkön nem döntött el egy meccset, de a kibaszott erdén eldöntötték kurva nagy meccset. Igen, és ezt már meghallgattam én is, és úgy mondtam, hogy el fog dönteni, 1-0-ra az ő góljával nyerünk meg egy meccset. Az így szívesen becserél szerintem mindenki. Vagy persze, én. Jó ez így. Én, hát, na jó, mindegy, most nem akartunk ilyen elvén kitekintőt mesélni, de... El nem mondjuk még egyszer, hogy voltunk az elvén. De hát egy pár mellett húgyozott. Mondjuk az újpesti projektről nem beszéltetek. Nem, arról nem beszéltünk. Igen. Egyébként kezdve, hogy a stadionban is megszólítottak minket hallgatóink, szóval ezután is köszönjük szépen, srácok. Szóval, igen, sőt, fotózkodtunk Újpest zászlóval, volt mindenféle, tehát megtaláltak minket. Nekem meg sikerült a nemzeti sportos videóba, ugye a skót győztes meccsről filmesztelen gólt, egy újpesti szerintem így ünnepli meg, azt visszanézhetitek, az a Várker bazárnak, azt az NSO terasz, az volt a hivatalos neve. Ezt láttam is. És hát ott azért kiszaladt belőlünk. Azt néztem egyébként, mert én a évet túrák után itt egy üldözés kaptam, és két évek fekvő voltam, és hát otthon voltam egyedül, néztem a meccseket, és akkor láttam, hogy Sanyi. Ugye? Sanyi jól érzi magát. Igen. Én akkor egyébként én a Óbudán egy szórakozó helyen néztem a skótok elleni meccset, és már nagyon felfokozott idegállapotban voltam, és utána gondoltam végig, hogy ilyen vadidegen embereket, akik körülöttem álltak, azokat így ráztam, és így üvöltöttünk egymás arcával, és így hát egy kicsit ilyen mészőkálmánt toltam, mint amikor a Mezei Gyuri bácsinak kiabejezi, kurva anyád, gyere ide! Na hát kb. Én is akkorában voltam. Jó, hát ez van. Az veled a legendás, mikor mondja, én meg le akartam cserélni, bazd meg!
Egyébként mi ugye pont, tehát ugye kiérkeztünk, és volt az EB nyitó meccs, és akkor jött ugye a hír, hogy a Zsirákot kinevezték. Tehát mi ott konkrétan bomba a Városházának a sörözőjére tudtuk meg, hogy ő lett az edzőnk. Én speciál örülök neki. Ja. Én meg nem bánom egyelőre, úgy vagyok vele. Szerintem egy intelligens csávó. Jó, hát meglátjuk majd. Én szerintem hagyni kell egy időt, és akkor ezt a projektet jól fogjuk tudni vinni. Hát szerintem ő egy felkészült edző, egy modern edző, tudja használni az új technológiákat, ugye, amiről ugye beszéltek a sajtótájékoztatón is, hogy kb. Videolenzünk nem volt, megfigyelőnk nem volt. Ezt elmondták most is, tehát hogy mondták, hogy olyan állapotba vették át a klubot, hogy így nem hitték el, hogy adatbázis nem volt. Tehát a meglévő játékosokról nem tudtál elindulni, hogy jó, ő ilyen adatok, ilyen, és nem tudom, pulzus adatok, stb. Oké, jól bírja a nulla. Tehát, hogy azért érted, szerintem egy MB3-as csapatnál van már ilyen. Egyébként ez a vicces, hogy ugye azt mondta még a Rossi, az EB-s selejtezők, nem tudom, előtt, vagy nem, tehát az EB előtt volt erről szó, és ugye vagy a könyvébe olvastam? Nem, a könyvébe olvastam. Hogy sok játékosról ugye kap mindenféle infókat a kluboktól, hogy milyen kipihentsége, tehát milyen fizikális állapotban kapja meg a játékosokat az edzőtáborban. Uh-huh. És ugye sok csapatnál, ezek szerint valószínűleg Újpestről is, nem kapott ilyen infókat. Jó, hát ez van. Na mindegy. Na nézzük a további állításokat. De nem voltak ilyenek, hogy fizioterapeuta, gyógytornász, dietetikus, mentálkocs. És akkor vissza az állításokra. Ebben a szezonban Csongvai újra az Újpest játékosa lesz. Hát ő nem lett az, de majdnem, ja. De sokan mások, igen. És Varga Balázs lesz az idény felfedezetje. Hát, az nagyon mellé ment. Igen, ez nem talált. Lukó Álinek. Te jó Isten! Harmadik helyről fordulunk a tavaszi idényre. Egyébként álltunk még, ugye a második helyen is emlékeztek. Az első kört. Kör után, aztán a második helyen volt. Így van. Mondjuk ez is egy fél pont. Jó, de hogy fél pont, ez lószar. Hát, volt igen egy esetés, hogy Luka meg ki volt kapva a német válogatottban. Hát, el se jött be. Toni Kroos kiszorult. Egyelőre. Most szerintem neki most lett volna meg az esély, hogy a Kroos visszavonulás igen, után. Igen. De hát majd, igen, majd meglátjuk, hogy újra fogja magát építeni. És nekem voltak állításaim, hogy 55 gól, ez majdnem 45. Egyébként ez is elég karcsú volt, ugye a végelszámolásnál. Ebben a szezonban három ütös játékos kap válogatott meg, ki volt Csobot, Kis Tamás, Tamás Krisztián, hát egy kapott. Peter Ambrose 12 gólt szerzett, és meghívott kap a DGT válogatottban. Hát, nekem 9 lett, ugye? 8, és nem kapott meg. Igen, 8. És Gyurgyi Gálea gólkirály lesz, és Csobot Kevin megnyeri a kanadai táblázatot. Hát nem is, nem. Hát igen, ezek után aztán bölcsen tettük, hogy idénre nem hoztunk ilyen vakmerő állításokat. A hallgatóinknak az állításait is elhoztam, csak hogy együtt nevessünk így a két oldalon. Merész, bocsánat, itt pont a név valami nem nyomtatódott ki. Merész jóslat, a két ligembeli derbi közül az egyiket behúzzuk. Nem. Zoltán Béres 55-03, szerintem befutunk a harmadik helyre, és magyar győztesek leszünk. Nem. Hát ez se jött össze sajnos. Parti Dániel, merész jóslat, a 9. kerület hosszú és még gödörbe kerül, így a Debrecenre és az NTK-val vívunk a bajnoki címért, és ezúttal meg is nyerjük. Természetesen hamarosan bekövetkező tulajdonosváltás következtében. Hát legyen mondjuk az egy év csúszással, hogy nem vagyunk merész jóslat talán. Kulutát Zoltán, hát ha nagyon volt állítások is beférnek, akkor én azt mondom, hogy megcsípjük a dobogó harmadik fokát, továbbá az Ambrose Szaszere 2-ös Luke 20 gól. Hát, Szaszere adós maradt a gólokkal. Igen, a 12-vel elmaradt így a totáltól sajnos. Igen. Nem baj. Igen. De egyébként azért, én ezt szeretem ezt. Jó pofa volt. Meglábból látszik, hogy mennyire optimista volt. Nagyon optimisták voltunk. Tehát így tudtuk, hogy reálisan gondoltuk, ezeket soha nem állítottuk volna. Ja. Egyébként alapjában véve én azt gondolom, hogy mivel ugye az volt az eredeti tervünk, amikor még nem kezdtük el felvenni a mai adást, hogy a Feka beszél majd nekünk a sajtótájékoztatóról, ami kb. Pár 3-4 héttel ezelőtt igen, volt. Egy hónapja volt kb. De az kb. Már aktuális. Csak hogy közben Sanyi befutott az ankétról, igen. Úgyhogy
Hát mi legyen? Hát egyébként még egy-két dolgot így felvetnék a sajtótájékoztatóról, tehát például azt, hogy a keretnek több mint az 50%-a legyen magyar. Az egy érdekes. A játékosok 80%-a 30 év alatti, a teljes keret 40%-a 25 év alattinak kell lenni. Alapjában véve mindig örülök, hogyha magyar játékosok vannak nálunk, mert ez egyszerűen identitás szempontjából a szurkóknak is jobb ezzel azonosulni, de azzal sem szabad áltatnunk magunkat, hogyha valaha úgy fordulnak a dolgok, hogy komoly dolgokért harcolunk, akkor valószínűleg nem lehet majd tartani ezt a százalékot. Mert a világlabdarúgásában sem tudják tartani. Szóval ez így idealisztikus, meg így tetszik, de szerintem 10 év múlva nem. A magyar rész az, ami borulni fog szerinted? Aha. Szerintem nem az életkorokkal lesz a baj, hanem a tervez, hogy... De ugye itt ő azt mondja, hogy a keret 50%-a magyar. A keret az körülbelül egy 30 fős keret. Igen. Tehát ha 15 magyarod van, még te ki tudsz állni 15 külföldivel is. Jó, oké. Nekem ebbe az nagyon pozitív, és egyébként furcsa is, hogy végre tervünk van, céljaink vannak, perspektívád van. Tehát, hogy elmond egy olyan konkrét számokkal, ez egyébként multi-én, ugye én is multi cégnél dolgozok, ők is a MOL-tól, ugye ő a MOL vezetője, a Radics Péter, így van. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, amiket így meg tudod fogni. Számunkért. Így van, úgyhogy nekem ebből a szempontból szimpatikus. És az elv, hogy legyen egy fiatal, magyarokba bővelkedő keretünk, azt meg szerintem mindannyian atomra aláírjuk. A mozgástér meg megvan, hogy itt akár 11 erős légiós legyen mellette. Most nem akarok tényleg, ez igen, kicsit már ilyen lerágott csontok ezek, de például arról is beszéltek, hogy a Zselek felelős a keret összeállításáért is. Tehát nem csak a taktikát csinálja, illetve a napi edzésmunkát, hanem a keret összeállítását is. Ugye erről nem tudom, sok podcastban volt szó, hogy ugye tulajdonképpen akkor ő egy szakmai igazgató is egyúttal, vagy ilyen angol stílusú. Updatelnélek titeket, mert erről volt szó, okay. Bejött kérdés, hogy miért nincs sportigazgatónk, és lesz-e. Azt mondták, hogy a közeljövőben valószínűleg nem, de később ez nem kizárt, tehát nem törtük így kardot a sportigazgató nélküli verzióba. Most egy ilyen testület dönt ezekbe a dolgokba, amiben benne van az edző, mint Zselák, benne van ugye a Radatics Péter, mint elnök, az ügyvezető Bencédi, benne van a scout vezető, ugye Szakály Dénes, benne van a fő tanácsadó Kovács Zoli. Tehát, hogy ez az öt fő... Péter, Szakály Péter. Bocsánat, igen. Nem azért, bocs, csak gondolkoztam, hogy Dénes? Nem, mert van neki persze, nem csak gondolkoztam. De igen, Péter, szóval ők, de őt már nem először keverem őket össze, szóval ők így öten azok, akik ezeket a szakmai döntéseket közösen megvitatják, és gondolom többséggel vagy konszenzussal döntenek. Uh-huh. Tehát, hogy benne van és ő dönt, de nem kizárólagosan a Zselák dönt róla. Oké. Ilyen közösségépítő dologról volt szó egyébként van két? Volt. Akarnak bevezetni majd ezt a MOL mintájára, hogy ugye van a MOL Move, applikáció, kedvezmények, ilyen tagsági jelleg. Elmondták, hogy nem tudom, Magyarországon 1,2 millió letöltött applikáció van. Ez a tudás semmelyik más versenytársunknál, és semmelyik másik magyar csapatnál nincs, hogy egy ilyen rendszert üzemeltet a tulajdonosa, úgyhogy ezt be fogják vezetni, ahol a bérlet, van bérletetek? Lesz. A bérletvásárlók már rögtön egy magas szintre rakott fel magad, és akkor különböző kedvezmények, akár büfé fogyasztástól kezdve, stb. Viszont az poénosan elmondta, hogy valószínűleg üzemanyagkártya egy bérletesnek sem fog járni, tehát hogy ilyenre ne számítsunk, de hogy azt a tudást át fogják hozni. Nyilván ennek gondolom kell felfutás, hogy ezt bevezessék, de szeretnének ilyeneket. Szeretnék összehangolni azt, hogy a meccsekről mondjuk egy hoki meccs ne üssön egy foci meccset, tehát a közös, el tudj menni ide-oda. Szeretnék a közösséget építeni, szóval egyébként, igen, ugye többször kiemelték a szurkolók, milyen fontosak és mekkora érték ennek a klubnak, szerintem ebben lesz előrelépés a múltunkhoz képest. Igen. Volt még erről szó, hogy ugye a következő szezonban a cél az erős középmezőny, tehát ez azt jelenti, ami esetünkben az első hat hely. Ezt ma is kiemelték. Egyébként ez amúgy meg reálisnak is tűnik. Tehát, hogy szerintem most azért pár évig ne álmodozzunk bajnoki címről, így kell hozzáállni. És akkor azt, nem leszünk csalódottak. Igen, 3 év múlva tűztük ki a dolgot. Igen, bocsáss meg, annyit mondott ehhez, ez nagyon érdekes aspektusba tette, mert hogy kicsit azért húzták a szájukat az emberek, és a kérdés is így szólt, hogy
ennyi év sikertelenség, meg ennyi ácsingózás sikerre, hogy így a szurkok nem feltétlenül egy ilyen hatodik helyet nem biztos, hogy most aláírnám, mert miért ne? Én is egyébként a dobogóra várom a csapatot, és ő azt mondta Ratatics, hogy az a típusú ember, aki inkább alulígér, hogy felül teljesíthessen, mint felüligér, és azt, hogy alul teljesítésként kudarcnak éli meg. Tehát, hogy ezt az 1-6-ot úgy mondja, hogy bízik benne, hogy ezt a hatodik helyet felül teljesítjük. És ez így oké. Okay. Egy futballcsapatnál, egy szurkolótáborral kommunikálni, inkább alul mondanék én is. Ne lehessen utána számon kérhető. Mert ebből szokott lenni a feszültség. Azt mondtad, hogy dobogósok leszünk. Ja, már pedig ezzel a kerettel még valószínűleg nem lesz. Vagy kitől idézek, csinálhatunk olyat ezen a nyáron, hogy örökké emlegetni fogjuk, ugye? Tehát egy kicsit szerintem minden miatt szálltunk el az ebélyesélyekkel is, meg vágyainkkal is, mert ha a kapitányunk mondja, akkor jó, könnyebben elhiszed. Úgyhogy ez így szimpi, hogy... Legyen pozitív csalódás, tényleg. Lehet meg minket. Nagyon-nagyon örülnék neki, hogyha így lenne. Egyébként meg az 5 éves távlatban az a cél, hogy nemzetközi kupában főtávára jussunk. Ami egyébként nem egy. Igen. És azt mondta, hogy ő nem akar ígérgetni, de ő úgy számol, hogy ebben az évtizedben, ugye most 2024 van, tehát a következő 6 évben biztosan egyszer legalább bajnokok leszünk. Igen. És azt azért aláírnánk, nem? Igen. Hát igen, már egy kicsit ránk férne. Most így ránéztem az elmúlt 6 év győztesére, és elég egység. Lelombozó. Igen. A 21. században még nem voltunk bajnokok. Na mindegy. Na jó. És még egy témám van, nem tudom, neked fel van írva, amivel viszonylag konkrétumokat mondott, az a stadion kérdés. Igen. Nem tudom, hogy ezzel... Ó, bocs. Hogy ezzel hogy álltok, hogy ti egyébként mire szavaztok a maradjon így, és foltozgassák, maradjon itt, de újítsák fel, tehát húzzák újra, vagy ha úgy van, és jobb helyre megy, akkor költözzünk is akár. Egy arányban megoszlik a véleményünk egyébként. Én alapjában véve nem szeretném, hogy a Megyeri útról elköltözön a stadion. Én azt szeretem, hogy ott van, én szeretem ezeket a régi lámpákat. Egyébként olyan, nekem olyan iszonyat nagy bajom nincs is ezzel a stadionnal. Nyilván azért lehetne kicsit korszerűbbé tenni, de hogy én egyelőre vagy jó ideig meglennék, de ha új épülne, akkor én sokkal inkább, vagy nem. Én azt szeretném, hogy ez a Megyeri úton legyen. Ha a többi csapattal meg tudták csinálni, hogy ugyanott húzták fel, akkor ne, és különös hova teszik? Tehát komolyan hova teszik? Egy helyre lehet tenni nagyjából. Vagy több helyre lehet tenni, de egy hely lenne, ami szerintem kultikus lenne. Akkor te vinnéd ezek szerint? Hát ha vinném valahol, akkor egy hely lenne. Na, hol? A Népszigetre. Hát de Népszigetre nem tudod vinni, mert... És mikor árvíz van, mint ahogy most volt, akkor vízilabda meccset játszanak? Hát, hogy mi a... Igen, valaki. Jó, tudom, hogy nem vagy építés. Népsziget is gátrendszerrel körül. Jó, na mindegy, szóval de nem lehet oda vinni. Tehát őszintén szóval, igen, tehát nekem sincs bajna a stadionban, imádom a környéket, imádom az utcákat, tehát nem tudtam elképzelni, máshol megyek meccsre. Ha viszont valóban vinni kéne, akkor max oda vinném. Jó, szerintem annak technikai akadályai vannak. Én is egyébként a maradjon, ha kell újítsák, én is oké vagyok vele, és a maradjon távol vagyok, tehát kb. Lukóval egy az egyben. Na figyeljetek, itt nagyon érdekes. Itt mondtak konkrétumokat, és én inkább azt mondom, hogy inkább kihámoztam még belőle dolgokat. Azt mondták, hogy egyrészt ugye ez a, ugye mikor épült, 100 éves alapok, és hogy utoljára ugye 2002-ben adták át ezt, tehát hogy ez már egy 20 éves stadion. Elmondták, hogy lehet, hogy mi imádjuk minden régi, kopottas székét, meg hasonlókat, érzelmi okos, mi akkor is itt vagyunk, ha ázunk az első sorokba. De szerintem egyébként nagyon jó beszélő, tehát is nekem nagyon tetszik, hogy szurkolói fejjel olyan dolgokat mond, amire akarod, hogy ő kitérjen, és ki is tér. Tehát, hogy igen, ránk gondolva, akik ti most itt vagytok az anként, tudjuk, hogy ez nektek megfelelő, de nem tudsz elhaladni 2024-ben azelőtt a generáció előtt, aki fiatal, akik ide kell csábítani, meg kell nyerned magadnak, akinek olyan élményeket kell nyújtani, ahol a meccs a fő attrakció, de mellette ilyen-olyan kiszolgálóhelyiség, ilyen-olyan program, amire a mostani stadion nem alkalmas. Vizsgálják a helyszínt. Tehát, hogy az biztos, hogy új stadionunk lesz. Vagy a mostani helyén lesz új stadion, vagy elköltözve, de biztos, hogy új stadion lesz. Ez mondta, hogy ez már eldőlt. Aha. És ami szerintem így konkrétan talán kimondva nem biztos, hogy volt, de lehet, hogy igen, de nekem ez picit újdonságként hatott. Hogyha itt marad, az UEFA előírás miatt 90 fokkal el kell forgatni, ugye a tájolások miatt. Ergo, valószínűleg ugye kifelé a Tungstram parkoló, amit tudjátok, hogy ott az zöld murvás parkoló, befelé ugye ott a hoki csarnok meg minden, tehát rögtön elkezdtem mondani, amiből én kiveszem azt, hogy
Ez így, ez korlátok vannak, de talán pénzkérdés az egész is megoldható, de azt úgy képzeli, hogy ebbe az évtizedben nem képzelhető új stadion, ahol ennyire kevés a parkolóhely, és nincsen kötött pályás tömegközlekedés. Újpest városkapu. Tehát innentől kezdve olyan lokációkat néznek, ahol kötött pálya az ugye a villamos is, az a metró lenne a legjobb. Ugye azért a Zöld-Fehér klubnak szerintem világbajnok baszkis, hogy leszállnak, feljönnek, és ott van, és egyből ki. Tehát, hogy szerintem nyilván ebben óriási hátrányban vagyunk, és mondták, hogy ami amellett szó, hogy maradjunk, azok az érzések, érzelmek, ez mindenkinek, nekik is, a szurkolóknak is fontos, viszont ami szerint, tehát hogyha most a házamat fel kéne tenni, szerintem biztos vagyok benne, hogy elköltözünk, és tudjátok, mert mondott egy ilyet, hogy viszont nagyon félnek attól, hogy 2-3 évig épül egy stadion, azt albérletbe, vendégségbe lehúzni, mekkora versenyhátrány, problém, tehát hogy nem nagyon várhatsz célok teljesülését úgy, ha elköltözöl, ezért tudjátok, mi lesz? Itt fogunk játszani a Megyeri úton, miközben épül az új stadion, és egyszerűen az újba fogunk átköltözni. És így nincs albérlet, még egy jó pár évig maradhatunk a kedvenc stadionunkba, amire meg azt mondom, hogy egyébként egy egész jó kompromisszumos megoldás. Igen, ezért is egyébként az új lokáció felé hajlottam, amikor ez fölmerült, mert ugye az albérlet az nem egy jó megoldás. És akár még azt is lehet, igen, tehát valahogy átmenteni a régi stadiont az újba. Tehát, hogy ugye van egy érzelmi kötődésünk ehhez a stadionhoz, hogy valahogy megtartani, de ugye maga az ingatlan is, tehát itt ugye az a helyzet, hogy itt albérletben vagyunk tulajdonképpen. Tehát mi ezt béreljük, ezt a helyet. Ezt tudom. Ezt a helyet, hát a stadionunkat. Jó, csak közben meg, de ez csak egy ilyen apróság, csak most képzeljétek már azt, hogy mondjuk így nézheted, hogy lebontják. Hát ez... Abba mocsokszor belegondolni. Na jó, de már akkor egy másik helyen játszol. Azt én értem, de hát most gondolod el azt, hogy tudod, ahol a irgalmatlan legendák játszottak. Most akkor képzeld már, hogy ott vannak a markolók, és akkor bontják. Hát az... Megépül majd egy pláza a helyére, vagy egy napokomplexum. Igen, az érzem, igen, de hogy... Jó, de egyszer valamikor ide is költöztünk annó. 1905-ben. Hát kb. Igen. Tehát, jó, hogy ez innen kezd, a csapattal együtt fejlődött a stadion. Csak azt mondom, hogy tehát, ha tehát most tudom, hogy én leszek a rossz, vagy egyébként én is futballromantikusnak tartom magam, de azt gondolom, hogy ha tényleg át akarunk lépni a következő szintre, és azt akarjuk, amit, akkor ahhoz alkalmazkodnunk kell. Tehát én most nem mondom, hogy 100%-ban tudok azonosulni ezzel a gondolattal, csak azt gondolom, hogy vagyunk mi, akik itt nőttünk föl, és tényleg itt nőttünk föl, és nem csak mi, hanem előttünk 40-50 évvel is fölnőttek itt is. És itt vannak 80-90 évesen is akár a stadionban. De igen, tehát a következő generációkra is kell gondolni, és megváltozott a fogyasztási igényük, és nekik tényleg már egy élmény kell, és ehhez kell hely, és ehhez kellenek tényleg a parkolók, kell a VIP parkolók, kell a kibaszott skybox. Elóbalt bele magad, kérlek. Nem, csak azt mondom, hogy ahhoz, hogy elérjük a következő szintet, ahhoz szerintem bővülünk kell. És racionális döntés, akárhogy nézed, egyetértek. És ugye itt a MOL, mint tulajdonos gondolkozik. Tehát ők nem ebben gondolkoznak, hogy legyen egy... És ugye ebből volt itt a szurkolói Facebook csoportunkban. Én itt azt az oldalt képviseltem, hogy mondjuk egy, tehát nekünk, szerintem nekünk a növekedési célként mondjuk egy bázelt kéne megcélozni. Vagy egy hasonló kaliberű csapatot, vagy egy Sturmgrácot. Ahol mondjuk egy fix 20-30 ezeres, és ott ugye, tehát hogy a népességet nézzük, akkor ezek nem nagyobb országok, nem nagyobb városok. Tehát hogyha piacot nézzük, akkor ezek teljesíthetőek lennének, és... Főleg, hogy mi ugye egy országos bázissal rendelkező szurkolói bázissal rendelkező klub vagyunk. Két milliós városban. Igen. És mekkora, tehát hogy hány fő stadiont képzelnétek egy új stadionnak? Hát a mostani ugye 12 000-es. 12 ezer valami, mert volt 13501, de hogy most valami most 12 csökkent. Talán. Hát figyelj, igazából mondjuk 20 ezeresnél ne legyen nagyobb, akármi van, mert hát látjuk a többi helyen is, hogy... Hát itt ugye az a kérdés, hogy megint mit célzol meg? Tehát, hogyha ha mondjuk azt célozunk meg, hogy tehát mondjuk 10 évbe gondolkozunk, akkor a 20 ezeres bőven elég.
hogyha mondjuk 30 éve gondolkozunk, tehát most így kicsit nagyobb távolabban gondolkozok, és mint ugye tulajdonosi szemlélettel, stb. 70 éves lesz. Ha meg tudjuk tölteni, tehát ha el tudjuk azt érni, hogy ne adj Isten, mint nem tudom, 15 ezer életes van, akkor már egy teljesen másik kávéjáról beszélgetünk. Én 20 ezeresnél nagyobbat nem gondoljatok bele, amikor bajnokok voltunk, én most sokat foglalkozok azzal a szezonnal, akkor is egy ilyen 5-7 ezeres átlag nézőszám. Persze, ezért mondom, ez rengeteg. Nem akarok egy Debrecen. Tehát, hogy az legyen, mint ott, hogy 3000-en ott nézegünk, és úgy nézünk. A Debrecenben ez van kb. 4-5 ezeres átlag nézőszám a 20 ezeres tanyában. Elvesznek. Tehát, hogy a mostani helyzetet nézzük, akkor a 20 ezeres az tényleg bőven elég. Bőven. Annál több nem kell. Viszont azt nézzük, hogy következő lépés. Hát meg tudjátok, hogy ez az egy, én is most csak a focit nézed, de ők itt majd megnézik olyan szempontból, hogy itt lehessen koncertet, ilyen rendezvény, stb. Ahhoz meg lehet, hogy rákennek még plusz 5000-10000. Így van. Karácsonyi bulik, ilyen képzések, olyan képzések. Mindegy, ez egy minden esetre egy izgalmas rész, és még eszembe jutott, ami talán a legnagyobb tapsot ez kapta, és picit a stadionhoz, de még a mostani stadionunkhoz kapcsolódik, hogy szurkolói kérdés volt, hogy miért van az, hogy még mi a Ferencváros pályáján, bocsánat, hogy kimondtam a nevét, idegenben azt hiszem 1200 jegyet kapunk összesen, addig arányaiba egy kisebb stadion az újpesti, mégis jóval több vendég. Szóval ugye az egész adjuk a kapu mögött, és erre a Bencédi válaszolt, aki elmondta, hogy figyeljetek, erre egyszerű választ fogok adni, én ebben a kérdésben, mint szurkoló úgy döntök, annyi jegyet fognak kapni, amennyit érdemelnek. Az jó. Olyan tapsot kapott rá, az azt jelenti, hogy nyilván valószínűleg odaadják a felét a közepén, és hiába adhatnának többet, és adhatnának el több jegyet, ami eddig a belgának azt számított, hogy jó, az még plusz 2000 belépőjegy, 2000-szer 1000 azért, tehát milliós felett. Itt azt mondják, hogy szakma, mi is ennyit kaptunk, ti is ennyit kaptok, mert a szabály ennyire kötelez minket, nem leszünk ebben jó fejek, veletek nem. Ez érdekes. Igen, korrekt. Jó. És mi érdekes hangzott még el az ankéton, amit mindenképpen meg akarnál osztani. Szerintem most gondolkozok. Nem mondom, amit még. Abba most azért nem akarok belemenni, és bocs, hogy, mert hogy nem vagyok biztos a névbe is, nem akarok. Jó. Tudod, okay. mert egy vagy, most így beszéltél az érkezőkről, úgy mondom, vagy, és ez van olyan, az a lényeg, hogy az egyik érkező játékosnak a ferencvárosi kötődését hozták fel, és számon kérték ott az igaz, talán így elmondhatom név nélkül, hogy számon kérték a vezetést, hogyha ide csak olyan játékosokat hoztak, akiknek fontos, hogy az Újpestben, és ezelőtt a tábor előtt már, hogy ezt elmondtátok, akkor ő személy, név szerint kiemel, ő mit keres itt, aki állítólag a zöld-fehér szurkolói csoportoknak az oldalát lájkolja meg, követ bizonyos ferencvárosi oldalakat, stb. Mondom, a névben nem vagyok százra biztos, hogy rosszul is hallottam, de utána rákérdeztem, és ezt az ultrák kérdezték be, ott elég sok ultra kint volt most egyébként az ankénton. Ez volt érdekes, ami érdekes volt, bekérdezték azt is, mert ugye voltak a beküldött kérdések, meg mikrofonnal még, aki volt olyan kérdés, ami nem hangzott, de igen, hogy megkérdezték, hogy mi az a felső plafon összeg, amit mi áldozunk most egy új igazolásra. Tehát ők azt mondják, hogy 1 millió euró felett nem megyünk senkinél, és akkor, mert hogy azért ennél várt mindenki esetleg nagyobb neveket, drágább igazolásokat, ugye? És elmondták, és én ezzel is meglettem egyébként győzve, arra Tatics Péter elmondta, hogy ki van mutatva az így közigazgató modellek, stb., hogy egy ilyen váltásnál, ha te itt beleöntöd az óriási pénzt, az annyi mindenen csúszhat el, az még nem fog működni. Annak kell egy-két év, hogy gyökeret verjen ez az új elképzelés, stb. Tehát felesleges volt most beletolni a nagy pénzt, mert hogy jó eséllyel bukvenc lett volna belőle, elmondta, hogy általában 5 igazolásból, ha 2 bejön, tehát 50%, arra még azt mondják, hogy jó, mert 2 legalább bejött. Úgyhogy most valószínűleg ezért van ez az óvatosabb, és türelmet kér, és én azt gondolom, hogy talán még, ha nem is a következő fél év múlva, hanem mondjuk egy bő egy-másfél év múlva már érkezhetnek jobb alapokra, már egy készebb csapatba az értékesebb játékosok. Ugye azt is elmondta, hogy okosabban akarjuk csinálni, mint a 9. kerületi csapat, tehát rövidebb időszak alatt ezt a felfutást, úgyhogy valószínűleg ebbe is benne vannak. Nekem az nagyon tetszett, hogy mondom, megmondták a tutit mind a ketten, frankon, nem volt kitért kérdés, tehát, hogy Croazéval ez volt, Onovónál ez van, Izénél ez van, odaadjuk nekik a jegyeket, nem adjuk oda, annyit tetszett. Stadion ez lesz, ez a terv, így megyünk, ezek a fő elvek, ez miatt gondolkozunk, ez befolyásolt, stb. Soha nem volt ilyen, szerintem az elmúlt 10 évben biztos nem volt ilyen az ankénton, úgyhogy mindenki olyan érzéssel jött ki, hogy
van előttünk perspektíva, és mivel az elmúlt 10 évben minden évnek úgy mentünk neki, hogy ahogy esik, úgy puffan, majd lesz. Ha az átigazolás is az utolsó egy hetében valami ingyen igazolhatót ide tudunk hozni neki, akkor hozzuk ide, akkor majd jobb lesz a csapat. Most nem találtunk, most szarabb lesz a csapat. Ja, itt pedig van egy szisztematikus építkezés, amihez kell türelem. Tehát hogy szerintem ez egy üzenet átmehet ebből, amit én is éreztem, hogy bizakodjunk nagyon, ez az Újpest egy nagyon sok sikert fog hozni az elmúlt időszakhoz képest, de lehet, hogy nem a következő fél egy hát évben. Én azt gondolom, hogyha az elmúlt 10x évet kibekkeltük, akkor most már egy kicsit tudunk türelmesek lenni, és azt hiszem, amiket mondasz is, meg nyilván amiket olvasunk, látunk, minden olyan, hogy lehetünk optimisták. Én úgy gondolom ezt, hogy akkor se kapjunk sokkot, hogyha mondjuk nem úgy indul a szezon, hogy nem lesznek benne olyan hullámvölgyek, amik ugye korábban is voltak, mert ugye a folyamatok a háttérben elindultak meg. Tehát, hogy ennek kell idő, amíg beérnek. A csapatépítésben, amit mondtál te is, tehát most az, hogy idehozunk egy 200.000 eurós játékos mellé egy 5 millió eurósat, az se a csapat szellemnek nem jó, se a szerkezetnek, tehát az, hogy felborítja a fizetési bérköltség, igen. Igen, tehát a bérfeszültség is, igen. Tehát egy csomó olyan szempont van, amit, tehát ezeket így fokozatosan kell fölépíteni, és tényleg, tehát szerintem az idő az tényleg egy, tehát ezeknek kell idő, hogy beérjenek. És szerintem, és én itt tényleg az óvatosabb dugai vagyok, de én azt mondom, hogy idén még nem lesz szerintem dobogó reálisan, én így gondolom, de tényleg, hogyha lenne, akkor viszont nagyon tudnék neki örülni. De hogyha már azt látnánk, hogy van előrelépés és van egy koncepció, akkor az már alap lett győzelem. Mindig viszont, amivel meg nyugtatom magam, hogy egyébként meg be is futhatunk egy jó pozícióba, akár dobogó, hogy gondoltak a Kecskemét példájára 2 évvel ezelőtt, ahol rend volt, szisztematikus szakmai munka volt a Szabó Pistával, feljutás, volt nekik is egy olyan attitűd, egy lendület, hogy feljutottunk, na menjünk, mi most tulajdonos váltottunk, minden rendben van, végre van pénz, stb. Így van, kb. Újjászületünk, tehát megvan az a momentum, ami miatt mi is elkaphatjuk ezt, és miért ne futhatnánk, mert semmivel nem rosszabb ez a csapat, mint a 2 évvel ezelőtti Kecskemét. Persze. És ugye a fiataloknál még van egy ilyen adott esetben, egy ilyen szempont is, hogy nagyon nagy amplitúdulatónak dolgozni. Tehát, hogyha mondjuk elkapjuk a plafonjukat, akkor akár lehet, hogy mondjuk a, nem tudom, akiket felsoroltunk, mondjuk 5 fiatalból, 3 mondjuk élete szezonját fogja futni, és egymást fogja följebb húzni. Tehát egy ilyen kifutás is benne van ebben. Jó, hát minden esetre szerintem legyünk optimisták. És zárszó felé közeledve tudjátok, hogy mi van Nebojsa Vignyevicsel, mert ezt is megtudtuk. Persze, ott cigizett tegnap. Láttam egy fotót, hogy ott volt. Megkérdezték ezt is a egy szóban már, hogy most akkor vele mi van, mert hogy nyilván senki nem látja szívesen, hiszen a belga korszak maradéka, ha úgy nézed, most nagyon nyersen fogalmazok, és a Ratat is ez a másik legnagyobb tapsot ezt kapta. Hát figyeljetek, sportnyelven fogalmazva, Nebojsa Vignyevics a csapatunknál levezet, itt még így utolsóként itt marad, és távozó félben van. Na. Az jó. Franko. De akkor bejár még az a klub hátban? Szerintem egyébként igen, de hogy, hát, tehát, hogy szerintem ez alatt a szezon alatt el fog menni, vagy kifizetik, tudjátok, vagy közös meg egyet. Így van, marad is lemond egy kicsiről, mi is adunk neki, és akkor elmehet máshol dolgozni, ami újabb bevétel, tehát hogy ezzel mindenki jól jár, ő szerintem most, amennyire kivette, most őt egy megtűrt személy, semmiféle beleszólás, tehát semmi olyan, hogy ki női meccsekre, meg ilyen helyekre küldték ki megfigyelni, tehát hogy dolgozzál azért meg a pénzedért, baszki, ha már itt maradtál, meg hasonlók. Úgyhogy aki még akar vele találkozni, az siessen ki szerintem. És én már láttam elégszer. Jól van. Én igazából úgy ezt szerettem volna elmondani, amit elmondtam. Sanyi? Feka? Szuper. Hát akkor vasárnap elkezdődik nekünk is az NB1. Igyekszem visszaérni a fesztiválozásból olyan állapotba, hogy el tudjak menni a stadionig, de egyébként tényleg így tervezem. Ti? Jó, csak viccelő. Forgass meg szóval, a tört a szívébe. Legyünk minél többen a stadionban vasárnap, és kezdjük győzelemmel, vagy én ezt nagyra tudnám értékelni. Mi sokan megyünk. Abszolút. Jól van. Hát akkor innen folytatjuk, vigyázzatok magatokra, hajrá Lilek! Köszönjük! Hajrá, sziasztok!